folytathatom a munkámat. Hát itt Keller Mayer professzor úr említette, hogy hát ő kaputbajásnak érzi magát. Én még inkább, ugyanis se nem vagyok fizikus, se nem közgazdász, de még orvos sem, ugyanis én a Szegedi Tudományi Egyetem biológus szakán végeztem 2009-ben, és 2010 óta dolgozom a Semmelweis Egyetem Bölklinikáján, illetve a Wigner Fizikai Kutatóintézetben, és itt most épp a PhD munkámat csinálom, mert egy témája a nem lineáris mikroszkópia alkalmazása a bőrgyógyászatban. Előadásom elején itt az alapokat szeretném lerakni és beszélni egy picit vizsgálatunk tárgyáról, a bőrről. A bőr három fő rétegből terülik össze, ez az epidermis, dermis, illetve a hipodermis, vagy más néven szubkutis. Az epidermis az folyamatosan osztódó keratinocitákból áll, amelyek különböző alakúak, illetve méretűek lehetnek. A bőrünk ezen része véd a külső tényezőktől, a mechanikai károsodásoktól. A dermiszünk a bőrünk kötőszövete, amely a bőrünket beidegzi, táplálja, illetve a vérkeringés is itt zajlik le, illetve a bőrünk feszességét és rugalmasságát is adja, kollagén és elasztikus rostokból épül fel. A bőr a legmélyebb rétegében pedig a szubkutis található, itt főleg a zsírok, más néven adipociták dominálnak, és a bőrünk kipárnázásáért felelnek. Az epidermisznek epidermis esetében megkülönböztetünk különböző rétegeket, amely látható, hogy különböző vastagságúak, különböző alakú sejtek alkotják, amely a nem lineáris mikroszkópiában, tehát amikor ezeket láthatóvá tesszük, ennek van jelentősége. A dermiszünk látható itt egy humán szövettani ábrán, tehát egy keresztmetszeti ábrán, itt láthatóak ezek a kollagénrostok, amelyek a bőrrugalmasságáért felelnek. Hogy milyen kromofórok találhatók a bőrben. A különböző nem lineáris mikroszkópiai módszereket, ezeket a fluorofórokat láthatóvá tehetjük. A kézfoton gerjesztéssel az epidermiszben található nadhár, illetve keratin tudjuk detektálni, a mélyebb rétegben a dermiszben az elasztin tudjuk láthatóvá tenni, a másodharmonikus kertés módszerével a dermiszben található kollagén tudjuk detektálni, illetve a Kárs módszerrel pedig a különböző zsírokat és lipideket. Annak ellenére, hogy ezek a bőrünk körülbelül 1-2-3 mm vastagságú, azt hihetnénk, hogy nehéz ezeket a különböző kromofórokat megkülönböztetni, de itt az a lényeg, hogy a különböző gerjesztési optimumok és a különböző lokalizáció miatt ezeket a különböző kromofórokat, ezeket jól el lehet különíteni egymástól. Akkor nézzük, hogy két foton mikroszkóppal hogyan is néznek ki ezek a kromofórok a bőrünkben, nem tudom, hogy a fényviszonyok megfelelőek-e, de hát megpróbálom elmutogatni. A legfelső rétegben bőrünk felszínén a folyamatosan elszaporodó keratint láthatjuk, amelyek tipikusan hatszögletes alakúak és sejtvan nélküliek. Ahogy haladunk a mélyebb rétegek felé, a stratum spinosum rétegében találhatóak a keratinociták, amelyek szintén hatszöglet alakúak, egymáshoz szorosan illeszkednek, úgynevezett ilyen lépesmész szerkezetet vesznek fel, és sötéten láthatóak benne a sejtmagok. A mélyebb rétegek felé, tehát a bazális réteg felé haladva a sejtek nagysága csökken, de itt is a sötét sejtmag szintén felelhető, illetve láthatunk egy-két ilyen hiperreflektív sejtet, ugyanis ebben a rétegben található a bőrünk melaninja, amelyik egy ilyen hiperreflektív képet ad nekünk. A dermis rétegében található ugye a két kötőszöveti struktúra, az elasztin és a kollagén. Az elasztint a két foton gerjesztéssel tudjuk detektálni, a kollagén pedig a másodharmonikus kertés módszerével. A legalsó rétegben pedig a zsírsejtet láthatók, és ezt a Kárs módszerrel tudjuk detektálni. Az első dolog, amiről beszélni szeretnék, azok a biztonsági technikai vizsgálataink, ugyanis a lézerrel történő munka során számolnunk kell különböző károsító tényezőkkel, ezek lehetnek hő, mechanikai és fotokémiai károsító tényezők. Mi munkánk során a fotokémiai károsító tényezők detektálására koncentráltunk. Irodalomból már ismert az a tény, hogy a lézer által okozott sugárzás ugyanolyan károsodást okoz, mint az UVB-be sugárzás, tehát a DNS-ben úgynevezett ciklobután bilirubin dimerek képződnek, amelyek kovalens keresztkötések a DNS azonos láncán lévő bázisai között. És ugyan ezeket a keresztkötéseket egy reparációs enzimrendszer ki tudja javítani, de elégtelen javítás esetén ezek a keresztkötések ott maradnak, és a DNS-ben szálltorzulást okozhatnak,
illetve mutációkat, ami kedvez a karcinogenezis kialakulásának. Munkánk során egér hátbőréből kivágott mintát sugaraztunk be kereszt irányba különböző teljesítményű és hullámhosszú lézerfényforrásokat, majd egy rutin szövettani módszerrel és egy immunfluoreszcens jelölési technikával ezeket a károsodásokat láthatóvá tettük. Itt látható ezen az ábrán egy metszeti kép, ahol ezek a zöld, nagyon fluoreszkáló sejtek jelzik a besugarazott és nem besugarazott rész határát. Ez egy UVB pozitív kontroll, tehát egy nagyon erőteljes a CPD pozitivitás, ezek itt láthatók a szélén. A következőkben 750 nanométeren és egy viszonylag nagy teljesítménnyel, tehát ez a 60 milliwatt, ez egy nagy teljesítménynek számít, hiszen amikor mondjuk in vivo készítünk a bőrről felvételeket, ennek a teljesítménynek a fele is elegendő, tehát ez egy extrém nagy teljesítménynek számít, és még ilyen nagy teljesítmény mellett is csak elszórtan lehet találni pár pozitív sejtet, tehát abszolút elhanyagolható az a károsodás, amit egy ilyen teljesítményen és ilyen hullámhosszon okozott a lézer. Arról nem is beszélve, hogyha a normál teljesítmény és a hosszabb hullámhosszon felé megyünk, akkor ez a károsodás teljesen elenyésző és nem detektálható. Tehát kijelenthetjük így összefoglalva, hogy a nem lineáris mikroszkópia módszerek azok biztonságosnak mondhatók, ezért in vivo alkalmazásra is meglehetősen jól alkalmazható. A következő vizsgálatunk célja a kettes típusú diabétesz és a bőr kollagén szerkezetének változása, obi-obi knockout egereken. Na hát itt több mindent el kell szerintem magyaráznom, hogy érthető legyen. Először is szeretném a genetikailag módosított egérmodelleket bemutatni. Ezek azért nagyon hasznosak számunkra, mert ezek genetikailag kövér egerek, amik a kettes típusú diabétesz modellállataiként szolgálnak. Ők azért lesznek ilyen kövérek, ugyanis a szervezetünkben van egy hormon, amit leptinnek hívnak, ami az étvágyunk szabályozásáért felel. Most ezeknek az egereknek ez a hormonjuk mesterségesen ki van ütve. Ezért ezek az állatok falánkká válnak, elhívnak, és kialakul bennük a kettes típusú diabétesz. Vizsgálatunkban három egér csoportot vizsgáltunk, egy kontrollcsoportot és kettő ilyen genetikailag módosított állatmodellcsoportot, de az egyiket az kalória restrikció, vagyis diétán tartottuk. Ebből a diagramból látható, hogy ennek az egérnek a tömege normál maradt, ugyanolyan, mint a kontrolli, és amelyik állat folyamatosan evett, az pedig majdnem, hogy háromszorosára hízott a kontrollállati állathoz képest. Hogy miért van jelentősége az elhízásnak és a bőr szerkezetére, tehát hogy az elhízás milyen hatással van a bőr szerkezetére, azt már az irodalomban leírták, és ez egy ismert klinikai dolog, hogy amikor elhízunk, ugye a bőr alatti zsírsejtek megnövekednek, és különböző szabad zsírsavakat kezdenek termelni, amelyek a kollagént a dermiszben, tehát a zsírréteg fölötti kötőszövetet elkezdik lebontani, ami különböző metabolikus betegségeket, illetve a lábszárfekély kialakulásához vezetnek például. Tehát ezért fontos az, hogy ezeket a elhízási folyamatokat időben le tudjuk követni, és az in vivo módszerrel végre is tudtuk hajtani, az SHG-val és a CARS mikroszkópia módszerével. Az eredményeket szeretném mutatni, ahogy látható, 37 elteltével az elhízott állatnak a kollagénje igencsak degradálódott, és a mennyisége is lecsökkent. Ez az SHG intenzitásokon is nagyon jól megmutatkozott. Itt az alsó ábrán egy rutin szövettani festés látható, ahol azt is megfigyelhetjük, hogy nem csak ezek a zsírsejtek növekedtek meg, de a dermis, ami ez a nagyon élénk rózsaszínű réteg, ez teljesen elvékonyodott, tehát bebizonyítható az, hogy ez a degradáció, ez tényleg megtörtént, és a SHG módszerrel ez in vivo jól lekövethető. Ugyanezt tapasztaltuk a zsírsejteknél is, körülbelül háromszorosára nőttek a kontroll állati zsírsejtjéhez képest, és ezt is ugyanúgy be tudtuk bizonyítani a rutin szövettani festéssel, itt láthatóak ezek a megnagyobbodott zsírsejtek, illetve ez a kontroll állati. A következő téma, amiről beszélni szeretnék, az a bőr öregedése, ami hát tudjuk, hogy egy természetes folyamat, azonban nem mindenkinél megy végbe azonos sebességgel. Az öregedés során megkülönböztetünk külső és belső tényezőket. A belső az a genetikailag programozott öregedés, a külső tényezők, amik a bőr öregedését gyorsíthatják, az például a UV-sugárzás, a dohányzás, a krónikus betegségek és még számos más dolog. Az idősödő bőr jellemzően száraz és rugalmatlan, ennek az az oka,
hogy a dermiszben található kollagén az folyamatosan az évek múltával elkezd lebomlani, és a mennyisége csökken, itt látható ezen az ábrán. Úgyhogy ennél a kísérletnél különböző életkorú páciensekből vett bőrmintát vizsgáltunk a másodharmonikus kerdés módszerével. Ezen az ábrán látható, hogy egy fiatal bőr az még gazdagon tartalmaz kollagént, míg az idősödő bőrben a kollagén degradálódik és szétesik. A következő téma, ez a bazaliomák vizsgálata. A bazaliomáról annyit szeretnék elmondani, hogy egy nagyon gyakori humán bőrdaganat, ezt nem keverendő össze a melanomával, ami a melanin tartalmú sejtekből indul ki, ez a bazális sejtekből kiinduló rossz indulatú daganat. Különböző fajtái vannak, és a terápiához tartozik a sebészi kimetszés, de sajnos ezek a daganatok gyakran visszatérnek. A kollagén, mint marker lehet alkalmas a bazaliomák lekövetésére, ugyanis a pontos sebészi sík meghatározásánál ez a képalkotó módszer a segítségünkre lehet. Ezt akkor átugrottam, mert úgy látom már időben túlmentem. Egy kivágott bazalioma mintán vizsgáltuk az éb és a tumor által érintett terület kollagén tartalmát, és látható, hogy az éb bőrön a kollagén tartalom az még jól megtartott, még látható, hogy a tumor területén a kollagén degradálódott. És akkor egy utolsó vizsgálati módszert, ha megengednek még elmondani, ez az atópiás bőrmodell. A bőrünkről még annyit kell tudni, hogy az epidermiszben lévő keratinociták, illetve a lipidek úgy épülnek föl, mint a tégla és a malter. A tégla azok a sejtek, a malter pedig a sejtek között lévő lipid réteg. Az atópiás bőr esetén ez a lipid ez alacsonyan szintetizálódik, és az atópiás bőr száraz, nagyon rugalmatlan, a mechanikai hatásokkal szemben védtelen, ezért immunológiai szempontból is ennek fontos jelentősége van, mert az allergén anyagok is könnyebben jutnak be a bőrünkbe. Kísérletünk során ismét genetikailag módosított egerek voltak a segítségünkre, amelyeknek tipikusan ilyen atópiás bőrük volt, és azt vizsgáltuk, hogy egy fluoreszcens anyag az idő elteltével milyen gyorsan jut be a bőrbe. És azt találtuk, hogy az atópiás bőr esetén ez sokkal gyorsabban megtörténik, tehát bizonyítható az, hogy az allergén anyagok könnyebben jutnak be egy ilyen atópiás bőrbe. Köszönöm szépen a figyelmet!